Van olyan asztal, amelyik a nyári üdülői meccsek hangulatát idézi, és van, ahol kemény csaták dúlnak a felek között. A Kanizsai Dorottya általános iskola és az első Béla gimnázium diákjai küzdenek minden évben kétszer a győzelemért a rendszeresen meghirdetett viadalon. Az ötletgazda Straubinger Szilvia testnevelő volt. Amikor elkezdődtek az edzések itt a sportcsarnokban, miután a szaköreimen ennyi résztvevő volt, most az általános iskolás részére gondolok, tanév elején már meglepő volt két évvel ezelőtt, hogy egy 20-25-en jelentkeztek 4-től 8. évfolyamig, úgyhogy hogy még a gimnáziumnak a tanulói is csatlakoztak, azért elég szép számmal összegyűltünk itt az évek folyamán, ezt bizonyítják a számok. Kevés olyan gyerek van, aki nem szereti ezt a játékot. A gimnáziumban például folyamatosan rendelkezésre áll két asztal, ahol a gyerekek a szünetekben csiszolgathatják tudásukat. Már sok dolog van, ami elviheti a figyelmüket és idejüket, a pingpong valahogy megmaradt a kedvenc játékok között. Ez jól mutatja az is, hogy a versenyen hányan indulnak ezen a suli kupán, de ha megnézek egy szünetbeli 5 percet vagy 10 percet, a gyerekek sokszor a szüneteket is azzal töltik, hogy az aulában játszanak a pingpongasztalokon és jól érzik magukat. A mához hozzátartozik az előzmény, hogy néhány esztendeje megjelent egy pályázat, melyre mindkét intézmény benyújtotta a maga dolgozatát és nyert is vele. Ez lendületet adott az iskolai asztali tenisz életnek. Akkor ezeket az asztalokat felhasználtuk nyilvánvaló versenyekre, illetve edzéseket is szerveztünk. A gimnáziumban például két asztal van felállítva az aulába, ahol minden szünetben a gyerekek futkároznak az asztal körül, illetve mérkőzéseket játszanak egymás között. Akkor Szilvinek lett az ötlete, mint régi pingpong játékos, még félig meddig aktív, illetve edző is, hogy szervezzünk egy versenyt a két iskola között, amiben én maximálisan egyetértettem, támogattam, és akkor így alakult ki ez a most már hagyományosnak mondható diák verseny, ami az 5-8, illetve a 9-12. Osztályt öleli fel. Több kategóriát is próbálunk indítani, nyilvánvalóan aki most lát ütött szinte először, megszerette a játékot és játszana. Van olyan, aki már régóta játszik, és van, hál' Istennek, egy pár olyan diák, aki már megjárta az országos bajnokságokat, diákolimpiákat, nyertek megyei szinten, illetve országos döntőbe is szép eredményekkel bírunk. A szép eredményeket produkálók közé tartozik Biherz Petra is, aki azt mondja, bár igazi tétje nincsenek a bajnokságnak, viszont nagyon jó mérkőzések alakulnak ki egy-egy asztalnál. Én 11 éve pingpongozom, ez ilyen versenyen harmadszor vagyok. Sokan járnak is, tehát szerintem a fele az minimum jár, de igen, megfigyelhető az, hogy aki eleinte bohóckon jár, vagy csak hogy azért, hogy élvezze, akkor utána lejár edzésre is. Akkor is, még hogyha nem is a lakhelyén van. Tehát mondjuk én szekcsői vagyok, oda járok edzeni. Oda nagyon sokan járnak máshonnan is, innen is. Itt most az a trendi, mondjam szép magyar szóval, hogy a gyerekek keresik a környéken az asztali tenisz edzés lehetőségeket, ugyanis nálunk azért edzés lehetőség nem igazán van. Nyilván ennek több oka van. És vannak pingpong csarnok, nem csarnokok, edzők, illetve úgymond klubok, ahova a gyerekek előszeretettel járnak Várdombra, Nánára, Bátára, Szekcsőre, a környéken, ahol elég szép pingpong múltra rendelkező klubok is vannak, és ott szoktak edzeni, készülni ezekre a versenyekre. Minden évben két olyan alkalom van, ahol a megszerzett tudást csillogtathatják az amatőrök és az igazolt versenyzők egyaránt. Toborozni kell őket, motiválni, ha lehetőségük van különböző sulikupákon, diákkupákon indítani őket, elvinni őket versenyezni, segíteni őket, úgyhogy a jövőben ez mindenképpen pozitívum.
A mostani megmérettetésen 40-nél is többen álltak az asztalok mögé, ami önmagában is szép szám, és bizalomra adhat okot a jövőre való tekintet. Hiszen azok, akik nem csak ilyenkor fognak ütőt a kezükbe, hanem rendszeresen játszanak, megteremthetik a magyar utánpótlás bázisát. És nem kell nagyon messzire menni Tolnamegyében, hogy nemzetközi szintű csapatokra, vagy versenyzőkre emlékezzünk, vagy találjunk a mai napig.